Sziasztok, Dömény István vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Mai témánk a személyiség átalakítása a 14 isteni tulajdonsággá, és hát örömmel jelentem be nektek, hogy végre jutottunk idáig, hogy sikerült lehozni a 14 isteni tulajdonság bolygót. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy megérkezett ebbe a világba, és most már lehetősége van igazából bárkinek eljönni és betölteni magába ezt a 14 isteni tulajdonságot. Ez egy rendkívül gyors módja annak, hogy a személyiségedet átalakítsd. Mindenki, aki személyiségformálással foglalkozik, a személyiség elengedésével foglalkozik, azt arra törekszik, ha tudja, ha nem, hogy ezt a bizonyos 14 isteni tulajdonságot elérje. Régóta foglalkozunk a témával, a spirituális önfejlesztés tanával kezdtük, ami majd február 20-án fog indulni. A második helyszínen megismerkedünk a 9 személyiség típussal, és ott megértjük, az a feladatunk, hogy átalakítsuk a személyiséget ezért az isteni tulajdonságokká. Két oka miatt kocsosulnak el ezek a személyiség tulajdonságok isteni tulajdonságokká. Az egyik a jelenlétnek a hiánya, a másik pedig az egységtudat elvesztése. Jó kis gyakorlatot tanulunk ott az önfejlesztés tanán, és nagyon sokat lehet vele fejlődni, haladni, de ezt még tovább fejlesztettük, ezt a dolgot. Létrehoztam a Szabadság Földje 2 képzés, az is nem is olyan régen, ahol már nem csak értelmileg, intellektuálisan tudod megérteni a 14 isteni tulajdonságot, hanem végigviszlek egy folyamaton, ahol személyes megtapasztalásod lesz a 14 isteni tulajdonságról, és ennek segítségével tudsz elérni isteni tudatállapotot. Ezen a Szabadság Földje 2-es képzésen 3 ilyen gyakorlatot is tanulunk, mind a 3-ban az isteni tudatállapot elérését, és a 4. gyakorlatban pedig ebbe a tudatossági szinteden képes vagy a fizikai testeden olyan változásokat létrehozni, mely nagyon nagy mértékben megnöveli az egészségedet, a jólétedet. Sok-sok mindent megnövel ebbe a világban, nem szeretném lelőni a poént. A Szabadság Földje 2-re, hogyha eljössz, akkor nagyon nagy mértékben át tudod alakítani a fizikai testedet. És most itt a lehetőség, ez a bizonyos képesség, a fejlesztés a bolygókon, a 3-as képzés, ennek a képzésnek a neve, ahol ezt a bizonyos 14 isteni tulajdonságnak a bolygóit sikerült lehozni. Ezt tisztán látás, hallás érzéssel tettem meg. Isten létrehoz a teremtések kezdetén építő elemeket, építő kockákat, ezek specifikus bolygók, és ezeknek a specifikus bolygóknak az erejét használja egy-egy teremtő lény, aki létrehoz egy-egy bolygót, mint például ezt a Föld nevű, nevezzük munkabolygónak, ahova te fejlődni jöttél le, és ez a lény, aki létrehozza ezt a bolygót és ezt a naprendszert, ezeket az építő elemeket használja. Különböző mértékben nyúl egy-egy legó kis kockához, és rakja össze ezt a világot. Ugye minden világ egy picit más, így ez a világ is. Különböző képességeket kaptál, vannak olyan bolygók, amiből többet, van, amiből kevesebbet, és van olyan is van, amiből még egyáltalán nem. Így van ez a 14 isteni tulajdonság bolygóval is. Mindegyiből kaptál egy picit, de ezek nagyon kis mértékben, mondhatom, hogy elkorcsosulva vannak jelenleg a személyiséged részeként, főleg inkább személyiség típusban tudsz megnyilvánulni, és nagyon kevés ember tudatos erre a 14 isteni tulajdonságra, még kevésbé tudják ezeket direkt ilyen módon, tehát elérve a bolygót, közvetlenül betölteni magukba és növelni magukba ennek a mennyiségét. Ahhoz, hogy eljuss el erre a képzésemre, el kell indulnod az önmegismerés, önfejlesztés útján. Erre 2 nagy képzésem is van, az egyik a spirituális erőktanaképzés, a másik pedig a spirituális önfejlesztés tanaképzés. Az erőktana az most fog indulni január 29-én, az önfejlesztés tana pedig február 20-án. Mind a 2 képzés nagyon sokat segít rajtad, mind a 2-n önmagadat rendbe tudod tenni és fel tudod emelni. Főleg erről szól az önfejlesztés tanaképzés. Az erőktana messze túlmutat ezen. Az erőktanán olyan képességek birtokába tudsz jutni, mint tisztán látás, hallás, érzés, mentális vándorlás, asztrál utazás, nagyon sokféle olyan technika, amivel a betegségeidet vagy mások betegségeit el tudod engedni, és egészséget tudsz teremteni magadnak vagy másoknak. Ezek rendkívül erős technikák. Én nagyon sokféle
ilyen betegség elengedő technikát tanultam, mint például a Reiki, vagy a szellemgyógyászat, és még sorolhatnám, de ezek messze túlmutatnak, hiszen a négy elem bölcsességére épül, ezt tanítom a spirituális erőktan a képzésen, és megtanítalak uralni a fizikai testedet, az asztrál testedet és a mentál testedet, ezt a bizonyos testlélek-szellem hármasságot, és ezáltal azokat a síkokat is, amin ezek a testjeid vannak, tehát a fizikai síkot, az asztrál síkot és a mentál síkot is, képes vagy elérni az úgynevezett mágikus egyensúlyt, vagyis a sorsod urává válni, te vagy képes irányítani az életedet, és olyan életminőséget megélni, amilyet csak szeretnél. Van fönt a honlapomon az éptestben-éplélek.hu bemutató videó, javaslom nézd meg, minden fokozatról külön beszélek, tanítványok is beszélnek a sikereikről. Hogyha tényleg, hogy is mondjam csak, ennek a spiritualitásnak a legmagasabb szintjét szeretnéd megismerni, megtanulni, akkor most jó helyen jársz, jó videót nézel, szeretettel köszöntünk a közösségünkbe, egy 1000 fős közösség tagjává válhat, akik nagyon szeretetteljesek, együttműködőek. Sok közös programunk van egyébként, ahol tudunk egymással találkozni, segíteni egymást, nagyon nagy mértékben fejlődni, felemelkedni, olyannyira felemelkedni, hogy képes vagy kikerülni ebből a karmikus körforgásból, és egy más minőségben tovább létezni. Erről is sokat beszélek a képzéseken, például a Szabadságföldje képzésen, ami most lesz egyébként január 30-án, tehát január 29-én indul az erőktana, és másnap Szabadságföldje, ahol bizony olyan infokat fogok veled megosztani, hogy ha eddig nem állt meg az agyad, most megfog. Idő kell majd, hogy feldolgozzad ezt a dolgot, nem ígérek többet az igazságnál, de azt gondolom, hogy fontos tudnod, hogy hol élsz, mik vesznek téged körbe, milyen erők, és hogyan tudsz hatni ezekre az erőkre. Ehhez uralnod kell az elemeket, a négy elemet, amit a spirituális erőktan a képzésen meg tudsz tanulni. Ez egy 2 éves képzés, napi 2 óra gyakorlással, komolyan gondolom a napi 2 órát, bele kell tenni az időd, energiádat, hogy haladjál, hogy felemelkedjél, de érdemes járni a tudatosság útját, mert a te minőséged, életed minden pontján, pillanatában ott van, tehát minél jobb vagy, annál jobb életminőséget tudsz megélni, gondolhatsz itt a bőségre, a párkapcsolatodra, a boldogságodra, a sikereidre, ami csak eszedbe jut, minden belőled indul ki, és hozzád tér vissza, ezért nagyon fontos, hogy tegyél önmagadért. Jó? Tehát ez január 29. Január 23-án lesz még a finnkultúrája képzés, ahol megmutatom azt, hogy honnan jöttél, miért jöttél ebbe a világba, mi volt az első leszületésed, ott milyen gyakorlatokat csináltál, miért volt olyan nagy ragyogás, miért volt olyan nagy fény ebbe a világba, hova lett, és hogy tudod újra kialakítani magadba, és az életed mindennapjaiba ezt megélni. Jó, a honlapomon az éptestben-éplélek.hu-n minden részletet megtalálsz ezekről a képzésekről, és hogyha a videó alatt feliratkozol a hírlevélre, akkor pedig részletes programot adok arról, hogy miben tudok neked segíteni, hogy jobb életet éljél. Most pedig szeretnék ebből a bizonyos képzésből, ebből a képességfejlesztés a 3, ami március 12-én lesz legközelebb, felolvasni egy-egy részletet. Szeretném közelebb hozni hozzád a 14 isteni tulajdonságot. A tananyagot tartom a kezembe. Minden egyes bolygóról, isteni tulajdonság bolygóról egy A4-es oldal van, tehát ez a gyakorlat róla. Én most csak pár mondatot fogok felolvasni minden oldalról, tehát nem szeretném az egész anyagot végig felolvasni, nem is tisztem ezt most átadni neked, csak az érdeklődésedet szeretném felkelteni, és ajánlom a figyelmébe ezt a videót azoknak a tanítványaimnak, akik már elvégezték ezt a képzést, hiszen itt azt az egy bekezdést fogom felolvasni, hogy amikor visszatérsz a bolygóról, mik azok a képességek, mik az az élethez való hozzáállás, amit javaslok újra és újra megerősíteni magadban. Felolvasom a 14 bolygót. Szent tökéletesség, szent akarat, szent szabadság, szent törvény, szent remény, szent eredet, szent mindentudás, szent átlátszóság, szent hit, szent bölcsesség, szent terv, szent munka, szent igazság, szent szeretet. És akkor most egyesével végigmegyünk, hogy valamilyen fogalmad legyen arról, hogy mik a csodák ezek a bolygók, és miért is jó neked.
Tehát minden bekezdést azután fogunk majd a képzésen tanulni, amikor visszatértél a bolygóról. Légy tudatos a teremben ülő tudatodra, és érezd, ahogy megnövekedett a szent tökéletességed. Elengedted a haragot, neheztelést, ítélkezést. Tudod, hogy minden úgy történik, ahogy lennie kell. A jelenben élsz, és gyönyörködsz Isten tökéletes munkájában. Még ha nehéz helyzetbe is kerülsz, akkor is tudod, hogy ez a számodra a legjobb dolog, ami történhet, és nem kételkedsz az isteni tervben. Szent akarat. Elengedted a büszkeséget, hencegést, tudod, hogy minden Isten akarata szerint történik, és alázattal elfogadod. Szent szabadság. Elengedted az akaratosságot, tudod, hogy minden Isten akarata szerint történik, és élvezed a szabadságot. Szent törvény. Elengedted az igazságtalanságot, érzed az egységet mindennel és mindenkivel. Tudod, hogy az élet minden eseményét Isten mozgatja. Nincs független cselekedet, tökéletes egységként létezik az egész univerzum. Szent remény. Elengedted a hiúságot. Tudod, hogy Isten folyamatosan szeretve támogat és gondoskodik rólad. Minden az ő akarata szerint történik, és te boldogan pihensz meg. Szent eredet. Elengedted az esetleges irigységet. Tudod, hogy Istenből származol, és mindig kiegyensúlyozott, érzelmileg stabil vagy. Tudod, hogy mindent megkapsz, amit Isten adni tud neked. Érzed Isten folyamatos támogatását. Végtelenek a lehetőségek előtted. Szent mindentudás. Elengedted gondolataidat, és a jelenben tudod, hogy mit kell tenned, a szent mindentudást. Tudatos vagy az ok-okozati összefüggésekre, az események eredetére és következményeire. Tudásod végtelen. Szent átlátszóság. Egy egyéniség vagy, aki elengedte a személyiséget, és tisztán ragyogsz át az anyagba. Jelen vagy az életedben, és tisztán, objektíven fogadod az információkat, melynek tisztán adsz jelentést. Nagyfokú elengedést, elfogadást, megbocsátást élsz meg, mellyel elengeded a megélt élményeket. Nagyon tisztán áramoltatod ki egyéniséged. Nem kötődsz senkihez, semmihez és semmilyen eseményhez. Tudod, hogy önmagadban is rendkívül értékes vagy, és nincs szükséged mások visszatükrözésére. Szent hit. Magabiztosan tudod, hogy az isteni gondviselés támogat, itt és most, és ezért semmit nem kell tenned, ez már a tiéd. Ez a támogatás végtelenül jelen van a létezésed minden pillanatában. Az isteni gondviselés jósága és szeretete beragyogja az egész életed. Mérhetetlen nagyfokú isteni támogatás, tudatosságot élünk meg. Tudod, hogy Isten gyermeke vagy, aki végtelen szeretettel, végtelen tudással, végtelen erővel és végtelen jelenléttel gondoskodik rólad. Tudod, hogy végtelen létezésed mindig is áthatja ez a gondoskodás. Bármit is hoz az élet, az a szerető Isten teremtése, mely számodra a legjobb dolog. Ez a bizonyosság mély békével, rendíthetetlen bátorsággal és félelem nélküliséggel tölti ki lényed. Szent bölcsesség. Bizonyosságot élünk meg, hogy az isteni tervnek megfelelően cselekszünk itt és most. Hálásak vagyunk az isteni gondviselésnek, hogy táplál, szeret és gondoskodik rólunk. A legjobb helyen vagyunk, a legjobb időben, és a legjobb cselekedetet hajtjuk végre. Így volt ez tegnap is, tavaly is, így lesz ez holnap is, jövőre is, mindig így van.
Így nem bánkódunk a múlton, és nem aggódunk a jövőn, mert tudjuk, hogy mindig minden úgy van jól, ahogy történik, ami a számunkra a legelőnyösebb. A végtelen tudású, erejű, szeretetű, jelenlevő Isten mindig velünk és értünk van. Szent terv. Tökéletes alázatot élsz meg, mellyel elfogadod Isten tervét. Sosem kételkedsz benne, hogy az isteni terv tökéletes-e. Tudod, hogy az isteni tökéletesség által létrehozott teremtésnél nem lehet tökéletesebbet alkotni. Isten a terv által is állandó gondoskodással szeretgeti teremtményeit. Megfoghatatlan az a sokszintű végtelen gondolkodás, mellyel átlátja művét és folyamatosan újra és újra áttervezi. Szent munka. Végtelen szorgalmat élünk meg, hatalmas kitartást és lendületet. Kicsattanó jókedvel végezzük a munkánkat, és boldogok vagyunk, hogy Isten tervében fontos szerepünk van. Mindig a jelenben vagyunk, és sosem kételkedünk abban, hogy az a legmegfelelőbb cselekedet-e, amit épp végzünk. Tudjuk, hogy Isten jó munkát végez, és mi együtt dolgozunk Istennel. Szent igazság. Hatalmas vonzerőt érzünk, hogy visszatérjünk Teremtőnkhöz, az egységbe. Érezzük a megtisztulás és felemelkedés vágyát. Tudjuk, hogy tárt karokkal várnak vissza, hogy újra egyek legyünk a létezéssel. Nagy akaratot élünk meg, hogy felemeljük magunk, és napi szinten tegyünk önmagunk felemelkedéséért. Érezd ezt a kitartást és tett vágyat, hogy jobbá tedd életed minőségét. Érezzük, hogy legfontosabb küldetésünk a fény emelése magunkban. Hálát érzünk, hogy ezt megértettük és megtapasztaltuk. Szent szeretet. Érezd, hogy cselekvésed motorja mostantól a szeretet. Minden gondolatod, érzésed, döntésed, szavad, cselekvésed a szeretetből ered. Szeretetteljes okokat áramoltatsz ki, és így szeretetteljes okozatok térnek vissza hozzád. Napról napra egyre több életedben a szeretet. Nos, ez volt a 14 bolygónak egy nagyon-nagyon rövid ismertetése. Arra biztatlak, hogy március 12-én gyere el, és tapasztald meg, és tegyél egy óriási lépést a személyiséged átalakításában. Ez egy nagyon gyors út. Ha ennél többre vágysz, ha szeretnéd uralni az életedet, ha szeretnél egészséges lenni, ha szeretnéd érteni a világ működését, ha szeretnél tisztán látás-hallásérzést, mentális vándorlást, ha szeretnél sokkal, de sokkal több lenni annál, ami most vagy, akkor január 29-én várlak a spirituális erőktana képzésre. Bemutató videót találsz az éptestbenépélek.hu oldalamon. Kell hozzá kitartás. De mihez nem kell? Bármely dologba fogsz, ahol ami jó dolog, és másoknak is kell, ami fontos dolog, ahhoz bele kell tenni az idődet, energiádat, ez ezzel is így van, de azt is merem állítani, hogy bármit is gondolsz erről a képzésről, sokkal, de sokkal többet fog neked adni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, hogy lájkoljad, oszd meg ismerőseiddel, és iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Szia!